Akár kétharmados többsége is lehet 2022-ben az ellenzéknek Márki-Zay Péter szerint, aki úgy látja, ha mind a 106 körzetben a választók döntik el, hogy ki a legalkalmasabb közös jelölt, akkor az ellenzéknek rendszerváltó többsége lehet az új parlamentben. Márki-Zay Pétert kapcsoljuk. Jó estét kívánok Hódmezővásárhely polgármesterének. Nem tudom, hogy hallotta itt a beszélgetésünk végét, ugye? És igen, hát, hogy mondjam, Kuncze Gábor egy picit túlzó optimizmust vélt felfedezni az önmondataiban, hogy itt akár az ellenzék kétharmaddal is nyerhet 2022-ben. Ez nem elhamarkodott tényleg ez a kijelentés? Hát nyilván lehetőségekről beszélünk. Én egyáltalán nem azt mondom, hogy ez a legvalószínűbb. De óriási jelentősége van annak, hogy nem csak 106 körzetben 106 jelölt legyen, és ez a mai bejelentés ezt nyilván megerősíti, hogy lesz egy-egy közös ellenzéki jelölt minden körzetben. Az előválasztásnak azért van nagy jelentősége, mert az állellenzéki jelölteket ki lehet szűrni. Az előválasztás arra is jó, hogy mozgósítja az ellenzéki szavazókat, tudatos választói magatartást segít, munkára ösztönzi a jelölteket. Tehát én azt gondolom, hogy Budapesten például nem lett volna fordulat tavaly, hogyha nem lett volna előválasztás, tehát óriási jelentősége van az előválasztás intézményének, de nem szabad elhanyagolni azt sem, és ezt is hangsúlyoztam, hogy közös ellenzéki programra és közös jelöltre is szükség van. Az is egy nagyon nagy jelentőségű kijelentés volt a mai napon a 6 pártvezető részéről, hogy lesz közös ellenzéki program. Tudjuk azt, hogy ha jó jelöltek vannak, felmérések szerint a fideszes szavazók 10-20%-a is átszavazna az ellenzékre, egy közös ellenzékre, hogyha hiteles ellenzék hiteles programban indul, és hogyha 2018-ban a Fidesznek 48% támogatással kétharmada lehetett, akkor az ellenzéknek 52%-kal miért ne lehetne kétharmada? Tehát a lehetősége igenis megvan. Említette az előválasztás fontosságát, ehhez képest ugye furcsa az a mai bejelentés, ami szintén ezen a többpárti egyeztetésen hangzott el, hogy ugye a borsodi 6-os választókerületben viszont nem lesz előválasztás. Ugye ez azért fontos, mert ez az a terület, ahol időközi választás lesz a fideszes Konc Ferenc halála miatt októberben, és ezen múlik ugye a kétharmad. Egy ilyen kiélezett helyen, amire nyilván azért lehetne jól mozgósítani, miért engedik el az előválasztás lehetőségét? Mert ön is azt mondta, hogy ez már nem fér bele. Így van, tehát én a legnagyobb bánatomra meggyőztek arról, hogy meg kellett győződjek arról, hogy itt már időben nem lehetséges az előválasztás. Ugye a leadás, az aláírások leadása olyan közeli határidő, amiben még egy előválasztás, jelölő szervezetek közötti különbségek már nem férnek bele. Én is nagyon szerettem volna, hogyha hamarabb indul ez a kampány, és van előválasztás, azt is elmondhatom talán önöknek, hogy elég kevés induló lett volna, és valószínűleg a 22-es választás előtt sem minden körzetben lesz éles vita. A pártok mai nyilatkozata kitért erre, amikor azt mondták, hogy ahol nem tudnak megegyezni, vagy több jó jelölt is van, ott támogatják az előválasztást. Én továbbra is attól félek, hogy ha a pártok egymás között osztják le. Tehát ez egy nagyon szép dolog, hogy megegyeztek abban, hogy mindenütt csak egy jelölt legyen, hogy ez a 6 párt egymás ellen ne indítson senkit, ez nagyon jó. Van olyan körzet az országban, nem is kevés, ahol sokszor egy civil jelölt lenne a legalkalmasabb. Egy előválasztás az nem csak kiszűri az állellenzékieket, mozgósít, de lehetőséget adhat a civil jelölteknek is a megmérettetésre. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy az ideális megoldás az előválasztás. Csak egy fél mondattal még Borsodra. Ugye július elején történt ez a haláleset, azt azért lehetett sejteni, hogy itt őszre lesz egy időközi választás. Akkor miért nem csípkedték itt magukat jobban az érintettek? Hát mi ugye mindent megtettünk azért, hogy rábeszéljük a pártokat, hogy legyen előválasztás. A pártok, igazából ez a mai bejelentés a Borsod 6-os miatt született. Én azt láttam, hogy valójában nem voltak egymással versengő jelölteik, tehát már a kezdettől fogva érezhető volt, hogy a Jobbiknak van egy jó helyben beágyazott jelöltje, a többi pártnak nem igazán volt. De akkor, amit az imént mondott, abból azt a félelmet olvasom ki, hogy ön szerint azért mégis több olyan körzet lesz, ahol inkább egymással lemeccselik a pártok, és az előválasztást próbálják megúszni, ezt jól értettem. Én ettől félek, igen. Akkor viszont hogyan lehet rájuk nyomást gyakorolni, hogy ne ez történjen? Egyrészt azzal, mi folyamatosan felajánljuk az előválasztás intézményét, és ennek a megszervezésében a civilek, ugyanazok a szervezetek egyébként, akik a budapesti előválasztást is meg tudták szervezni, és le tudták bonyolítani. Tehát mi felajánljuk ezt a segítséget. A másik az, hogy én általában Jászberényt szoktam emlegetni az előválasztás másik legjobb példájának, Budapest mellett természetesen. Ott 14 szavazaton múlott, hogy nem fideszes polgármester lett a városnak, és emiatt a fideszes hatóságok megismételtették a választást tavaly, az október 13-i önkormányzati választás után. Ott is volt egy korábban nagyon elismert, volt SZDSZ-es helyi polgármester, aki elindult mind a két alkalommal. Ugye másodjára már pontosan tudhatta mindenki, hogy neki nincs esélye. Nem ő az esélyes ellenzéki jelölt, mégis elindult, nyilván a Fidesz érdekében. Viszont másodjára már a közös ellenzéki jelölt kétharmados győzelmet aratott. Tehát látszik, hogy az előválasztás intézménye micsoda különbséget eredményez. Ha nincs előválasztás, akkor az lenne, mint október 13-án volt Jászberényben, a véletlenem múlott, hogy nem a Fidesz nyert. Ha van előválasztás, a második megismételt választáson, ezt láttuk, az ellenzék kétharmaddal tudott győzni. Beszéljünk még egy kicsit a Szabadvárosok Szövetségéről is, mert hogy nemrég a Klubrádiónak adott egy interjút, és ott úgy fogalmazott, elég sarkosan, hogy kétféle település van Magyarországon, olyan, amit már meglopott a Fidesz, és olyan, amit ezután fog meglopni, mert hogy a hatalom zsarolja a városvezetőket azzal, hogy kapnak támogatást, hogyha csöndben maradnak, különben meg elfektetik a projektjeiket. És ugye az októberi választás után sokan azt gondolták, hogy a Szabadvárosok Szövetsége az majd pont arról fog szólni, hogy az ellenzéki polgármesterek valahogy összeszövetkezve erőt mutatnak, ebből viszont szinte semmi nem látszik. Ugye nem mondja, hogy igen, ez lassan halad, de hát ennyire lassan? Mi ennek a gátja? Ennyire lassan halad, és az időveszteség az ráadásul lemorzsolódást is eredményez, tehát én szerintem is sokkal hamarabb kellett volna ezt tető alá hozni. Az egyik indok kétségkívül a koronavírus járvány, tehát ez valóban lassította, egy márciusra tervezett közös találkozónk, az most augusztus végén talán megvalósul, tehát valóban egy komoly lemorzsolódás van. Hát annyit ennek a digitális oktatásról, hogy egyeztetni lehet digitálisan is azért. Hál' Istennek van ilyen, tehát szoktunk mi egymással azért beszélgetni, de ettől függetlenül azt szeretném megemlíteni, sajnos azóta látjuk azt, hogy a Fidesz megkörnyékezett ellenzéki polgármestereket, nagyon sokakat sikerült is rávennie az ellenzéki jellegük, hogy nem eltitkolására, de legalábbis háttérbe szorítására. Tehát nagyon sok olyan város van, hogy település van. Őket ön megérti, vagy, mert most durván fogalmazok, de árulónak tartja? Megértem, nem, szó sincsen róla, nem, biztos van áruló is, és egyébként jogos a fölháborodás, nem akarok konkrét példát mondani, de tudnék. Tehát van olyan, ahol kimondottan árulással ér fel, de ettől függetlenül én azt is megértem, hogyha valakit megkeresnek, ez is konkrét példa volt máshonnan, és azt mondják, hogy a város kaphat egy sok százmilliós vagy milliárdos fejlesztést, hogyha beállnak, és a Fidesz támogatják, és együttműködőek lesznek. Nyilván a települése érdekében jogosan dönthet úgy egy polgármester, hogy ezt elfogadja. Ha mindenki így döntene, az tragédia lenne az ország számára. Én azt gondolom, hogy azok méltánylandó települések, ahol a település vezető megpróbál széllel szemben is küzdeni a települése szabadságáért, mert csak így lehet szabad Magyarország. Ez mind múlik egyébként? Nyilván ez egy személyes kérdés is, hogy milyen habitusú a polgármester, hogy bírja a gyűrődést, vagy a település helyzete, mondjuk az, hogy mennyi cég van ott, hogy áll össze a társadalom szerkezete adott helyben, tehát mind múlik ez? Ezeken mind. Tehát nagyon jól mondja. Nyilván azok a települések, ahol csődbiztos lehetne kinevezni, olyan rossz anyagi helyzetben állnak, ott a polgármester mozgástere jóval szűkebb. Nem véletlenül azokon a településeken gyakoribb az ellenzéki vezetés, ahol saját adóbevétel igen magas, és hogy csak egy aljasságot megemlítsek, akkor, amikor olyan szabályt hozott a Fidesz, hogy az iparűzési adóbevételből nem lehet a dolgozók bérére és egyebekre költeni, tehát limitálja, korlátozza azt, hogy mire költhetik ezek a tehetős települések mondjuk a saját bevételeiket, akkor még ez ebbe is beleköt. Nyilván ennek semmi egyéb magyarázata nincs, mint hogy megnehezítse még a gazdag települések sorsát is. Márki-Zay Péter, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, további szép estét kívánok, és önök sem menjenek messzire, mert pár perc reklám után folytatjuk.